A daganatos betegségeknek különböző kezelési lehetőségei vannak. A daganat kiterjedésétől függ elsősorban, hogy sebészi, sugár, gyógyszeres vagy komplex terápiában részesül a beteg. Alapvetően kétféle terápiát különböztetnek meg az onkológiában, a gyógyító kezelést és a palliatív, azaz élethosszabbító, életjavító kezelést. Az orvosok elsősorban arra törekednek, hogy a daganatos betegséget megszüntessék, azonban ha ez nem lehetséges, akkor a betegek életminőség javítása a cél. Terápiás eljárások. A daganatos megbetegedéseknek nem csak a kialakulása és a diagnosztikája, hanem a terápiája is rendkívül összetett, hiszen legalább 200-féle betegség tartozik a rák elnevezésű gyűjtőfogalomhoz. A kezeléseket mégis három nagy részre lehet osztani, és ezek között a mai napig is a legfontosabb a gyógyszeres, azaz kemoterápia, a sebészi beavatkozás, illetve a sugárkezelés. Minden egyes daganattípus esetében a daganat természetéből adódóan más és más a terápiás komponenseknek az összetétele, egymáshoz való viszonya más és más. Nagyon sokszor még egy szerven belül is a műtéti megoldás típusa, a sugárkezelésnek a formája, külső besugárzás, szöveti sugárkezelés, vagy pedig a gyógyszeres kezelésnek is nagyon sok tucat, több száz lehetséges kombinációja van. Mivel nagyon sokféle daganatos betegség létezik, pontosan kell tudni a betegség szövettanát, kiterjedését, és hogy mennyire szóródott szét a szervezetben. Az orvosok ezeknek az adatoknak az ismeretében határozzák meg, hogy melyik kezelési kombináció lenne a leghatékonyabb a beteg számára. Természetesen vannak azért olyan esetek, amikor ezt nem tudjuk megmondani, mert valami különleges szövettanról van szó, vagy különleges betegségstádiumról. Ilyenkor természetesen különböző szempontok, belgyógyászati szempontok alapján próbáljuk mégis azt a kezelési sorrendet meghatározni, azt a kezelési típust, ami ebben az esetben a leghatékonyabb, és remélhetőleg a leginkább esélyt ad arra a betegnek, hogy a gyógyulást hozza. A daganatos betegségek általában komplex kezelést igényelnek. Ennek megfelelően a terápiás arzenálban lévő összes kezelési módszert, így a műtéti, a sugárterápiás és a gyógyszeres kezelési lehetőségeket is megpróbálják ugyanazon beteg esetében alkalmazni. Természetesen a különböző betegeknél különböző sorrendben és jelentőséggel, minél jobban egyénre szabva. Az egyénre szabott terápia az azt jelenti, hogy minden egyes betegnél próbáljuk megtalálni az optimális kezelési stratégiát, optimális kezelési sorrendet, optimális kezelési módszereket. Természetesen ezt manapság már nem egy orvos dönti el, mert hiszen az sokszor lehetetlen is, mert egy valaki nem érthet mondjuk műtéthez is, meg sugárterápiához is, hanem úgynevezett onkotímek döntik el, hogy mi lenne a legszerencsésebb kezelési forma, kezelési típus a beteg számára. Egy daganatos beteg kivizsgálásához három dolog tartozik, kell egy szövettani diagnózis, kell egy stádium beosztás, és kell hozzá beteg elbíró képességének az elbírálása. Na most a stádium beosztás szerint stádium függő a terápia, a korai daganatokat leginkább mai világban minimálisan invazív módszerrel próbáljuk operálni, a lehető legkisebb beavatkozást elvégezve. Sebészi terápia. Az onkológiai sebészek egészen az 1980-as évekig egyre nagyobb, egyre kiterjesztettebb műtéteket végeztek abból a megfontolásból, hogy a rosszindulatú daganatot minél inkább az épp szövetekben távolítják el, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy daganat szövet marad a szervezetben. Sok tízezer, százezer beteg kortörténetének elemzése azonban bebizonyította, hogy a műtétek kiterjesztése nem javította a túlélést. A sebészeti beavatkozás a daganatok gyógyításának legrégebbi módszere. A műtét elvégzésének lehetősége azonban a beteg állapotától és a daganat stádiumától is függ.
Ha a daganat mérete még viszonylag kicsi, a beteg számára a legbiztonságosabb terápia a tumor kimetszése a környező szövetekből. Ennek értelmében az első-második stádiumban lévő daganatokat kizárólag műtéti úton kezelik, és ez a betegeknek körülbelül az egyharmadánál alkalmazható. Időközben rengeteget fejlődött a sugárterápia és a gyógyszeres kezelés, amely a daganatok leggyakoribb kiújulási helyét, a meccésvonalnak a környékét tökéletesen lefette és védte. Ez a magyarázat annak, hogy az elsődleges daganatok eltávolításánál csökkenteni lehetett a műtétek kiterjesztését, azzal az abszolút prioritással, hogy a daganat teljes masszáját radikálisan el kell távolítani a szervezetből, a környéken elhelyezkedő daganatosan érintett nyirokcsomókkal, illetve nyirokutakkal együtt. A távoli áttétek esetében viszont pontosan fordított a helyzet, radikálisabb lett a szemlélet, abban az esetben, hogyha az elsődleges daganat kiindulási helyén fél éven keresztül nem észrelünk daganat kiújulást, abban az esetben a távoli áttéteket radikálisan távolítjuk el, abban az esetben, hogyha egyetlen egy távoli áttétről van szó, vagy több áttétről van szó, de ezek egyetlen egy anatómiai egységben foglalnak helyet. Amennyiben a sebészi eltávolítás várhatóan nem radikális, tehát olyan előadott stádiumban van, akkor úgynevezett komplex onkológiai kezelésben részesítjük a beteget, azaz vagy előkezeljük kemoterápiával és sugárterápiával, és akkor utána operáljuk, és ha még mindig nem vagyunk megelégedve, hogy a daganat stádiumban olyan, akkor utókezeljük. A gyógyszeres, sugár és sebészi terápia közül leginkább az utóbbi foglalja el a legkedveltebb helyet a köztudatban, ugyanis általában a daganat kimetszése jár a legkevesebb mellékhatással. Azonban nem minden daganatot lehet kizárólag műtétileg eltávolítani, és a betegek sincsenek mind operációra alkalmas állapotban. Baj akkor van, hogyha a daganat már eleve olyan, hogy távoli áttétek is láthatók, és kuratív, tehát gyógyító sebészi kezelés nem jött szóba, akkor a sebészet szerepe az életminőség javítása, és nem az elsődleges cél, hogy minél hosszabb élete legyen a betegnek. Jelenleg a daganatos betegeknek körülbelül az 50%-a gyógyul meg. Ez azonban nem jelenti feltétlenül minden második rákbeteg halálát. Vannak olyan esetek, amikor a tumor nem írtható ki teljesen a szervezetből, ám a beteg még hosszú ideig élhet együtt a daganattal. Ilyenkor úgynevezett palliatív terápiát alkalmaznak, amelynek fő célja nem a beteg meggyógyítása, hanem az életminőségének javítása. Egy nagy dilemma az onkológiában, hogy hosszú élet, de megnyomorítva, vagy rövidebb élet, de jó minőséggel. Tulajdonképpen ez az utóbbi egyre inkább előtérbe kerül, illetve a kettőnek a kompromisszumából alakul ki aztán egy lehetőleg optimális megoldás a beteg számára. Sugárterápia. A daganatos betegek kezelésében a második leggyakrabban alkalmazott terápiás eljárás a sugárterápia, amelyben körülbelül a daganatos betegek fele részesül. A sugárkezelésre nagyon sokan félnek, hiszen tudjuk azt, hogy ilyen sugárbalesetek során, vagy például a hiroshimai bombázás során a sugárzás rengeteg kárt tudott okozni. Hogyha felelőtlen módon ellenőrzés nélkül alkalmazzuk, akkor valóban veszélyes. Amennyiben viszont jól használjuk föl, akkor az ember nagy segítője lehet. A sugárterápia során a besugárzó készülék energiát ad le a szövetekbe, amely a sejteknek az örökítő anyagát, a DNS-t károsítja. A sugárzásnál nem lép fel hőhatás, sem fizikai roncsolódás, a hatás csupán csak azon keresztül történik, hogy az örökítő anyagot molekuláris szinten károsítja a sugárkezelés. A daganatos sejtek ezt a károsodást nem tudják kijavítani és elpusztulnak. Az épp szöveteknek egy része szintén károsodhat, de nagy részük képes arra, hogy ezeket a károsodásokat kijavítsa és később regenerálódjon. A sugárkezelés alapvetően úgynevezett helyi kezelés. Ez annyit jelent, hogy szemben például a gyógyszeres kezeléssel, amely ha mondjuk beadják a vérpályába, vagy egy gyógyszerformájában beszedi valaki, az egész szervezetre hat, addig a sugárkezelés általában az esetek döntő többségében
csak a szervezet egy meghatározott részére irányul, és ez is a célunk, amikor sugárkezelést adunk, hogy minél jobban meghatározott területre, minél pontosabban adjuk le azt a sugárdózist, amit szeretnénk. Az elmúlt 100 évben, amióta Röntgen felfedezte az X-sugarakat, a sugárzás mechanizmusa nem változott, és ennek megfelelően a biológiai hatásai sem változtak. Ennek ellenére a sugárkezelés is nagy fejlődésen ment keresztül, és egyre pontosabbá válik. A régebben csak az egyszerű röntgenfelvételek álltak rendelkezésre, illetve az orvosnak a fizikális vizsgálata, a tapogatása, hogy hol van a daganat. Ma már nagyon fejlett képalkotó eljárások segítenek minket. Először volt a röntgenes szelet vizsgálat, a CT komputertomográfia, majd a mágnes rezonancia terápia, az MRI, és az utóbbi idők fejlesztése az, hogy úgynevezett funkcionális képalkotó eljárások is bekerültek a fegyvertárunkba. Ezek nem csak a daganatok a test szerkezetére, hanem a működésére is felvilágosítást tudnak adni, ilyen például a PET vizsgálat, vagy a funkcionális MRI vizsgálat. A modern képalkotó eljárások, mint a CT és az MR, már rutinszerűen alkalmazott vizsgálatok a besugárzás megtervezésénél. Azonban problémát jelenthet, hogy bármennyire pontos a felvétel egy adott pillanatban a betegről, az idővel változhat. A beteg fogyhat, és a különböző szerveinek egymáshoz való elhelyezkedése is napról napra megváltozhat. Ennek a problémának a kiküszöbölésére fejlesztették ki az úgynevezett képvezérelt besugárzást, amennél magára a besugárzó gépre integrálnak egy CT-készüléket, ennél fogva minden egyes sugárkezelésnél azonnali képalkotás áll rendelkezésre. Ezeket a napi beállítási pontatlanságokat, illetve a beteg szervén belüli napról napra óhatatlanul bekövetkező szerven mozdulásokat minden nap a kezelés elindítása előtt tudjuk kontrollálni, és így a naponta tudjuk a mező alakját, helyzetét, illetve a beteg pozícióját változtatni. Ennek a várható eredménye az lesz, hogy kisebb biztonsági zónával kell besugaraznunk a daganatainkat, illetve a betegek daganatát, és így várhatóan egyik oldalról tovább csökkennek majd a kezelések mellékhatásai, illetve a másik oldalról a dózis emelésre van lehetőség ugyanolyan mellékhatás arány mellett. Az onkológia fejlődésével párhuzamosan a háromdimenziós besugárzás tervezés veszi át a hagyományos kétdimenziós besugárzásnak a helyét. Természetesen nem minden betegnek van szüksége ezekre a bonyolult képvezérelt technikákra, és csak bizonyos betegeknek származhat jelentős előnye belőle. Többféleképpen lehet alkalmazni a sugárkezelést. Az egyik az amikor igazán szóval kisegítő szerepe van másfajta kezelések mellett. Főleg a sebészi kezelést szoktuk kiegészíteni sugárkezeléssel. Ez mind lehet a műtét előtti sugárkezelés és a műtét utáni sugárkezelés. A műtét előtti sugárkezelés, illetve a műtét előtti kemoterápia tulajdonképpen az utolsó évtized egyik nagy vívmánya. Ezt megelőzően viszonylag ritkábban alkalmaztuk ezt a módszert, illetve mindig óvatosabban, úgymond kisebb dózisokkal. Manapság azonban már egyértelműen bizonyosodott, hogy ezek a módszerek sokszor a műtétet megkönnyítik, a daganat eltávolítását teljes mértékben lehetővé teszik, és így komoly előkezelést tudunk elvégezni a betegeknél, általában olyan eredménnyel, hogy utána a műtét az sokkal eredményesebb lesz. Az onkológusok gyakran találkoznak azzal a problémával a betegek részéről, hogy a sugár és kemoterápia iránt nagyfokú ellenérzéssel viseltetnek, főként a mellékhatások miatt. A betegek többsége manapság még arra gondol, hogy igazándiból a daganatgyógyításnak az egyetlen vagy legfőbb eleme az a sebészet. Tehát minél gyorsabban szeretne megszabadulni a daganatától, minél gyorsabban szeretné, hogyha azt kiműteni. De nagyon sok esetben bebizonyosodott, hogyha műtét előtt adjuk meg ezeket a kezeléseket, akár, még egyszer mondom, sugárterápiát, akár kemoterápiát, akár a kettőt együtt, mert ez is egyre gyakrabban szerepel, mint együttes kezelés, akkor sokkal jobbak a terápiás eredmények, sokkal jobb esélye van a betegnek a teljes gyógyulásra. A műtét előtti sugárkezelés egyrészt előkészíti a terepet a sebész számára, másrészt eredményesebbé is teszi a sebészeti beavatkozást, miután a daganat kisebb eséllyel újul ki, mint sugárkezelés nélkül. A műtét utáni besugarazás pedig a tumor kiújulását hivatott megelőzni.
Amikor utólag adjuk a sugárkezést, akkor nagyjából ugyanaz a célunk, megtörténik a műtét, de ilyenkor tudjuk azt, hogy nagyon sok daganatféleségnél az emberi szem által nem látható, mi úgy mondjuk mikroszkópikus, tehát elvileg csak mikroszkóppal látható daganat mennyiség, daganat sejtek maradhatnak vissza. Megfelelő környezet esetén ezek a daganat sejtek elkezdenek osztódni, és újra kialakíthatják a betegséget. Ennek a megelőzése érdekében a műtét után egy kiegészítő sugárkezelést tudunk adni, ezáltal meg tudjuk akadályozni a daganat újbóli növekedését. Bizonyos daganatok esetében a sugárkezelés a fő gyógyító eljárás. Ez olyankor fordul elő, amikor a daganatot nem lehet sebészileg eltávolítani, és valamilyen módon a műtétnek a hatását pótolni kell. Leggyakoribb esetei a fej, nyaki, gége és szájüregi daganatok, illetve a nőgyógyászati daganatok, mint például a méhnyakrák. Ilyenkor a sugárkezelés a fő gyógyítási módszer, amelyet aztán ki lehet egészíteni kemoterápiás kezeléssel. Továbbá, ha az eddigi kezelés hatékonynak bizonyult, utána akár műtét is követheti. Nagyon fontos és egyáltalán nem lebecsülendő területe a sugárkezelésnek az úgynevezett tüneti terápia vagy palliatív terápia. Ilyenkor a betegeknek a gyógyulásra kevés az esélyük, viszont a daganat súlyos tüneteket, fájdalmat okoz a számukra, aminek következtében az életminőségük jelentősen romlik. Ilyenkor a sugárkezelés célzottan a problémát okozó daganat területre a betegek panaszait nagyon hatékonyan tudja csökkenteni, az életminőséget fejleszteni, javítani. És ami a sugárkezelésnél ilyenkor még egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy ilyenkor viszonylag nem olyan nagy dózisban adva, a hatékonysága nagy, a mellékhatásai pedig jóval kevésbé érvényesülnek, tehát nagyon hatékony tud lenni a betegek panaszainak a csökkentésében, amellett, hogy nagyon komoly mellékhatásokat nem is okoz. Hagyományos sugárterápia esetében több héten keresztül akár 20-30 alkalommal kerül sor a besugarazásra. A minél kevesebb mellékhatás és a minél nagyobb hatásfok érdekében azonban kifejlesztésre került az úgynevezett belső besugárzás, amely egyszeri alkalmat jelent, és bizonyos daganatok esetében sokkal hatékonyabb megoldás. A sugárzás kiszolgáltatásának a két legfőbb módszere az úgynevezett külső és belső besugárzás. A külső besugárzás esetén a beteg testén kívül van egy sugárforrás, és az onnan kiáramló sugárzás hatol be a szövetek közé a testbe, és fejti ki a hatását. A belső sugárzás esetén egy sugárzó anyagot, izotópot helyezünk a testüregekbe, szervekbe, szövetek közé, és belülről éri el a sugárzás a daganatot, a szöveteket. Fontos különbség a kettő között az az, hogy a külső besugárzás esetén nagyobb területeket tudunk besugarazni, egészen odáig el lehet menni, hogy az egész embert, az egész testet be lehet sugarazni, ilyet például a csontvelő átültetés előtt alkalmazunk. A külső besugárzásra aztán lehet természetesen célzottan kisebb területeket sugarazni, egészen apró, kicsi, pár centiméter átmérőjű területeket is lehet kezelni, de a belső sugárkezelés ezzel szemben ennek az a fő lényege, hogy ott bent a szövetek között egy viszonylag kis területre nagyon nagy sugárdózist tudunk leadni, és ezzel kiemelkedően hatékonyan lehet a daganatokat pusztítani. A belső besugárzás, más néven brahiterápia, amelyet többnyire prosztata daganatok esetében alkalmaznak, napjainkban is folyamatosan fejlődik. Az eljárás során a daganatos szervbe hosszú fémtűket szúrnak, amelyen keresztül koncentráltan és csak a szükséges helyre adagolható a sugárdózis. Egy egyszeri tűzdelésre van csak szükség, és a betegbe helyezendő izotópok véglegesen a betegben maradnak. Ennek a kezelésnek a jelentősége, hogy bizonyos alacsony, közepes rizikójú prostata daganatoknál a radikális műtétnek, tehát a prostata teljes eltávolításának az alternatívája lehet. Erre eddig Magyarországon nem volt lehetőség, így a betegek a 7-7-es hosszú külső besugárzás között vagy a radikális műtét között választhattak. Természetesen mind a műtétnek, mind a besugárzásnak megvannak a maga specifikus előnyei, hátrányai, de az tény, hogy bizonyos esetekben a legkíméletesebb módszernek ez az egyszeri tűzdeléses, alacsony dózis teljesítményű brahiterápia tekinthető. Ugye ez egy egyszeri beavatkozás, nem kell 7 hétig kezelésre járni, hogyha sugárkezelésről van szó, illetve hát a műtét hasonló hatékonyság mellett is elkerülhető.
A prostatarák a harmadik leggyakoribb daganatos megbetegedés, amely főleg az 50-60 év feletti férfiakat sújtja. A belső sugárkezelésnek az ilyenkorú betegek esetében van nagy jelentősége, akiknél szív-érrendszeri vagy egyéb belgyógyászati betegségek miatt túl nagy kockázattal járna a műtéti beavatkozás. Ezeknél a betegeknél egyértelműen előnyt jelent a brahiterápiás lehetőség. A brahiterápia emellett számos daganat lokalizációban alkalmazható, leginkább a nőgyógyászati daganatok az a klasszikus betegcsoport, ahol rutinszerűen alkalmazzuk ezeket a kezeléseket, akár műtét előtt, akár műtét után, vagy az egyedüli, vagy kemoterápiával kombinált úgynevezett primér definitív kezeléseknél. Ezen a területen a hagyományos technikákat alkalmazzuk ma is, viszont itt is a CT és az MR alapú képalkotással még tovább lehet csökkenteni a mellékhatásokat, illetve célzottabbá tenni a besugárzás tervezését. Másik nagyon fontos fejlődés, ami ugyancsak az utóbbi években lett igazán jelentős, az, hogy a sugárkezelést azt nem önmagában adjuk, hanem gyógyszeres kezeléssel kiegészítve. Az első időkben ezt a fejlődést a sugárkezelés és a klasszikus kemoterápiás kezelések együttes adása biztosította. Ezáltal jóval nagyobb hatékonyságot tudtunk elérni, és jóval jobb gyógyulási eredményeket számos daganatféleségben, így például a fejnyaki daganatokban, a méhnyak daganatokban, a tüdődaganatokban, az agydaganatokban, de még lehetne sorolni a sok-sok daganatféleséget. Kemoterápia. Az onkológiában alkalmazott gyógyszeres kezelés, más néven kemoterápia, mintegy 50 éves múltra tekint vissza. A gyógyszeres kezelés hagyományosan citosztatikumokkal történt, ami olyan gyógyszereket jelent, amelyek általános sejtmérgek, de leginkább a daganatos szövetekben, szervekben fejtik ki a pusztító hatásukat, de károsíthatnak más épp szerveket, szöveteket is, elsősorban a nagyon gyorsan szaporodó szöveteket, például a csontvelőt. Ezeknek a gyógyszereknek a hatását a szőnyegbombázáshoz lehetne hasonlítani, amikor a célpontot teljesen elpusztítja a gyógyszer, ez a rák, de károsodnak, mint ahogy a szőnyegbombázás során is, a környező épületek, struktúrák, a környező épszövetek is. Az utolsó 10 évben a kutatók egyre pontosabban megismerték a rák keletkezésének mechanizmusát, a daganat kialakulásában szerepet játszó különböző génhibákat és a tumort tápláló erek jelentőségét. Ezeknek az ismereteknek a birtokában új lehetőségek nyíltak meg a kemoterápiában. Olyan új gyógyszereket lehetett kifejleszteni, amelyek most már mesterlövészként csak ezekre a célpontokra összpontosítanak, ezeket a hibás komponenseket lövik ki, hogy így fejezzem. Kimagam tehát ez azt jelenti, hogy nagyon eredményes új terápiás formákhoz jutottunk, tehát a mellékhatások aránya jelentősen redukálódott, csökkent. Az új hatásmechanizmuson alapuló gyógyszeres kezelést célzott vagy biológiai terápiának nevezték el, mivel a készítmény egyes alkotóelemei megtalálhatóak az élő szervezetben is. Ez a kifejezés, hogy biológiai terápia, ez egy kicsit általánosan is hangzik, de ugyanakkor jelzi azt, hogy itt valami speciálisabb, valami célzott kezelésről van már szó. Célzottabban valamilyen sejtműködési vagy sejtszaporodási funkciót gátolnak, kötnek meg, bénítanak, és ezáltal gátolják meg azt, hogy a daganatos sejtek tovább szaporodjanak, tovább növekedjenek, tovább nőjön a daganat. A kezdeti várakozások ellenére a célzott biológiai terápiák nem sikeresek minden beteg esetében. Mindössze a daganatok néhány százalékában alkalmazhatóak sikerrel. Ezért jelentős onkológiai kutatások folynak annak érdekében, hogy ezek a rendkívül költséges gyógyszerek ne kerüljenek hiába valóan felhasználásra.
Hát vannak olyan biokémiai szövettani módszerek, amivel meg lehet határozni, vagy előre lehet vetíteni azt, hogy ez a kezelés az adott betegnél várhatóan hatékony lesz, vagy nem. Persze ennek az az összegzése, hogy ezek nagyon új, tényleg sokszor nagyon hatékony kezelések, de nem minden daganatos betegség esetében vethetők be, és sajnos nem minden betegnél hatékonyak. Az utóbbi időknek a hozadéka, hogy a biológiai terápia a sugárterápiával együttesen adva jobb eredményt ér el, mint a sugárkezelés önmagában. Erre jó példa a felnyaki daganatok esetén a növekedési faktor receptor gátló gyógyszer és a sugárzás együttes alkalmazása. Szerte a világon rengeteg onkológiai kutatás zajlik. Szinte naponta jelennek meg új gyógyszerek és kezelési eljárások, amelyekkel a gyógyító orvosoknak is meg kell ismerkedniük. Ezért a rák ellen vívott harc folyamatos fejlődést igényel, hiszen egyre több a daganatos megbetegedés, és bizony hosszú az út a laboratóriumi ötlettől a gyakorlatban is alkalmazható terápiáig. Készült a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Aponyi Albert programjának támogatásával.